Köszönöm szépen. Megtisztelő felkérést erre a előadásra. Én magam is lelkes rajongója vagyok magának a küldetésnek, ami egy olyan üzlet, ami egyben egy misszió is, ugyanis emberi sorsokat alakíthatunk át, emberi életeket menthetünk meg, és szerintem ez amellett, hogy egy nagyszerű lehetőség, amellett egy szolgálat is. Nagyon fontos megértenünk, hogy nem kell leragadnunk a GPS-nél, nem kell leragadnunk magánál a terméknél, hogy Referral License, APT, VBT, VCT, tudj meg róluk minél többet, de ahhoz, hogy ebben az üzletben sikeres legyél, ahhoz igazából nincs szükséged arra, hogy nagyon-nagyon mélyen beleásd magad a hogyanokba, hogy hogyan működik egy okosszerződés, hogyan működik egy index. Ugye erre megvannak a szakemberek. Hidd el, hogy nagyon profi blokklánc fejlesztő gárda van mögöttünk, a cég mögött, akik ebben nagyon jók. Nekünk másban kell jónak lenni. Hogyha az a része érdekel, hogy szeretnéd a pénzedet dolgoztatni, nem kell tudnod, hogy hogyan működik a blokklánc, vagy hogyan kell blokkláncra okos szerződést fejleszteni. Ha pedig szeretnéd ajánlani ezt az üzletet, szintén nincs szükséged arra, hogy blokklánc fejlesztő szakember legyél. Itt ez a mondás Ralph Waldo Emerson tollából származik, aki tudja a hogyant, mindig fog találni munkát. És így folytatódik az idézet, aki ismeri a miértet, mindig a főnöke lesz. Miért csináljuk ezt a küldetést? Miért csatlakoznak emberek blockchain kapitálhoz? Néhány motivációt itt fölvillantok, és egyetlen egyre magadban bökjél rá, hogy neked most jelenleg, ebben a pillanatban mi a fő motivációd. Mert ezt, ha tudod, akkor azzal a szemmel nézd végig ezt a mostani webkonferenciát. Lehet ez egy jövedelem kiegészítés, hidd el, hogy pár tízezer forint rengeteg családnak jelent ma megváltást. Havonta plusz pár tízezer forint bevétel. Aztán vannak olyanok, akik anyagilag függetlenek szeretnének lenni. Őnekik ez a motivációjuk. Ez az ő termékük. Ők ezt a terméket veszik meg a blockchain kapitálnál. Vannak, akik szeretnének saját vállalkozást, elegük volt az alkalmazotti létből. Vannak, akik vállalkozók, csak éppen nem látják a gyerekeiket, nem látják a családjukat, mert nincs idejük. Ők szeretnének több szabadidőt. Neki ez a termék. Aztán vannak, akiknek az első számú motivációja a személyiségfejlődés. Itt szintén megkapják, máskülönben nem épül az üzlet. Aztán vannak, akik szeretnének másokon segíteni, számukra ez egy szolgálat. Aztán vannak, akik szeretnek emberek között lenni, emberekkel megismerkedni. Vannak, akik már előre gondolnak a nyugdíjukra, szeretnének minőségi életet élni nyugdíjas éveikben, ezért aztán választanak egy hosszú távú megtakarítást, vagy elkezdik építeni az üzletet. Illetve vannak, akik az utódjaikra gondolnak, és szeretnék bebiztosítani a jövőjüket. Szóval ezek a mi fő termékeink. A világban, ami most zajlik, azt nevezhetjük drámainak. És nem mindenki számára egyértelműen látszik, hogy mi zajlik most a világban, ugyanis az információ, amit a média felénk közvetít, az általában nem feltétlenül az igazságról szól. Nagyon-nagy arányban nem az igazságról szól. Ugye ez a kép azt mutatja, hogy egy háztartásban kettő mosógép van. Az egyikkel a ruhákat mossák, a másikkal az agyakat. És ugye a média az a hatalom legprofibb eszköze azzal kapcsolatban, hogy irányítsa a világot, irányítsa a társadalmat. Zajlik egy brutális válság, és ezt nevezhetjük nem csak anyagi válságnak, hanem egy erkölcsi, egy morális válság is. A válságnak a kínai jelét itt látjátok, ez két külön szóból áll. Ha csak az egyiket vesszük, akkor az azt jelenti, hogy veszély. És igen, nagyon sokan félnek a válságtól, viszont az összetett szónak a második szava azt jelenti, hogy esély. És az, hogy mi melyiket választjuk, az csak és kizárólag rajtunk múlik. Azon múlik, hogy mire fókuszálsz. A veszélyt látod ebben a mostani időben, vagy pedig az esélyt. Ugye a képen látható egy olyan dolog, amit egyébként a saját pénztárcánkon is tapasztalhatunk, hogy évről évre egyre kevesebbet ér a pénz. Ugye itt egy konkrét diagram, 1913-ban, ami 100 dollárt ért, mint vásárló erő, az 2019-re mindösszesen 2-3 dollár. Tehát tulajdonképpen, amikor azt nézegeted valamelyik áruházban, hogy egy mákos beigli, vagy egy diós beigli, 2000 pár száz forint, és 3 évvel ezelőtt meg 800 forint volt, akkor nem kell hozzá sok ész, hogy rá ébredjünk arra, hogy tulajdonképpen elveszítettük a pénzünknek a felét.
a pénz, ami akkor ért 1000 forintot, az most kb. A felét éri. Tehát nem csináltunk semmit, nem kockáztattunk, nem szerencsejátékoztunk, nem rulettesztük el a pénzünket, és mégis elvesztettük a pénzünknek egy jó részét. És ez zajlik most a világban. Sok oka van, az egyik, az egy olyan folyamat, amit úgy hívnak, hogy pénznyomtatás. Régen ugye fémpénzek voltak, amikor a király kifogyott a pénzből, akkor begyűjtötték az összes kint lévő pénzt, aminek ugye nagy része arany volt és ezüst, beolvasztották, fölhigították, sokkal kevesebb aranyezüst tartalommal újra nyomták. És tulajdonképpen már ott elkezdődött ez az úgynevezett pénzhigítás, kifizették a katonákat, de az ő pénzük már korán sem ért annyit, mint az a pénz, ami még valódi aranyat, valódi ezüstöt tartalmazott. Ugye ez lezajlott a világban, amikortól a dollár lett a világ első számú pénze, még arany fedezet volt mögötte, ez megszűnt. Tehát tulajdonképpen most már nem, hogy nem ér annyit a pénz, mint ami rá van írva, hanem egy üres papírról beszélünk, és ezt ki is használják olyan eszközökkel, hogy ha pénzre van szükség, akkor elkezdik nyomtatni. És most már nyomtatni sem kell, képzeljétek el, mert digitális. És itt a képen látható, hogy hogyan higítják fel a pénzt. 1995-ben volt 400 milliárd dollár a piacon, és egész jól működött a gazdaság. 2015-re lett ebből 1300 milliárd. És most, ami az elmúlt néhány hónapban zajlott, az nagyon-nagyon fölgyorsította ezt a folyamatot, ugyanis most már ebből az 1300-ból 5 év alatt lett 50-60 ezer milliárd dollár a piacon. A nagyon sok gazdasági elemző arra utal, hogy mint ahogy minden nagy hatalomnak, az USA-nak is vége van, és a dollárnak is vége van, tehát gyakorlatilag kivégezték ezt a nagy hatalmat, és mivel a világ pénze nagyrészt dollárban van, dollárhoz kötnek szinte mindent, ezért egy óriási, hatalmas, a mostanihoz képest, ami szintén azt mondják, hogy nagyon-nagyon durva válságban vagyunk, na ez még egy porszem ahhoz képest, amit előre jeleznek, hogy mi várható a világban. Tehát a hagyományos pénz teljes összeomlásának lehetünk a tanúi gyakorlatilag néhány éven belül. Ha azt mondod, hogy ez egy fikció, ez egy mese, akkor gondolj vissza a pengőre, ami a II. Világháború után inflálódott, és annyi napig a pengő a világ csúcs tartó, percről percre romlott az értéke, és hogyha valaki gazdag ember volt, akkor lehet, hogy fél év alatt a templom egere is szegényebb, vagy gazdagabb volt nála. És mondhatjuk azt, hogy ez régen volt, de hát nézzünk egy mostani példát, 2013-ban, hogyha 1 billió dollárja volt valakinek venezuelai bolivárban, a bolivár az ottani pénz, akkor 6 évre rá az 1 millió dollár 25 dollárt ért mindösszesen. Úgyhogy ez egy valós probléma, és ez, mivel a dollárról van szó, ami most a világban zajlik, és nem csak a dollárról beszélünk, amikor pénznyomtatásról beszélünk, hanem az euróról beszélünk, hogy most ha valaki nézi a híreket, akkor ez zajlik, ezeket a pénzeket osztják. Miből lenne pénz, hogyha nem működik a gazdaság, hogyha leálltottak mindent? Picikét kell gondolkodni. Egész egyszerűen teljesen értéktelen, és egyre inkább az lesz az a pénz, ami egyébként az életünk nagyon fontos részét képezi. A Deutsche Bank állítása szerint, a Deutsche Bank nyilván nem a szomszéd bácsi, aki rosszat álmodott és kitalált valamit, a Deutsche Bank a világ egyik legnagyobb bankja. Előrejelzés szerint 2010-ig az összes hagyományos pénz meg fog szűnni, és mindent át fognak venni az úgynevezett digitális kriptopénzek. 2 éven belül fog elindulni, úgy néz ki, a digitális euró. Kínában már tesztelik a digitális yuant. Az a lényeg, hogy a világ a szemünk látára alakul át, és ráadásul talán az egyik legfontosabb régió, ez pedig ugye a pénz maga, a pénzvilág. És aki most elalszik, annak vége van. És aki most időben felébred, ahogy Regina szokott mondani, fel kell ébredni, gyorsan fel kell ébredni. Gyorsan fel kell ébredni, ennek két oka van. Az egyik az, ha nem teszed meg, akkor ugyanúgy járhatsz, mint a venezuelai bolivár példája. A másik, hogyha időben felébredünk és kihasználjuk ezt a változást, akkor pedig vagyonokat tudunk létrehozni. A másik idézet Regina édesapjától van, hogy ha nem hiszed el, ha most valaki nem hisz nekünk, elviszük ezt a hírt az emberekhez, és nem hiszi el, szoktunk egymás közt mosolyogni, hogy figyelj, azt mondta, hogy nem érdekel, mondd neki azt, amit a
az inat szokott mondani, hogy küld nekem egy SMS-t, ha elvesztetted az összes pénzedet. Jó, de az anyag, hogy mi szólunk, tehát mi jelezzük előre, hogy van valami, ami egyben egy veszély, de egyben egy esély is. Ilyen lehet, hogy nem lesz még egy a mi életünkben. Tehát olyan forradalom, ami most zajlik a világban, az egy élet alatt lehet, hogy egy van. Lehet, hogy soha többet nem lesz ekkora hatalmas veszély, és egyben lehetőség is, mint ami most adott számunkra. Hogyha ez nem lenne, akkor is van egy óriási probléma, amit ez a diagram mutat, ez a nyugati társadalomokra jellemző, és a 65 éves korosztályt mutatja be. Az emberek, a lakosság 28%-a nem éri meg a 65 éves kort. Ez elég egy gyászos, ha belegondolsz. 65 év, az szerintem még nem kéne, hogy idős ember legyen. Aztán a lakosság 62%-a ugyan megéri ezt a kort, de tengődik, tehát nincsen benne köszönet. 5% még dolgozik, 4% másoktól függ, és 1% gazdag. Most gondolj bele, elindulsz, és Nyugat-Európáról beszélünk, tehát nem egy ilyen lepukkadt afrikai országról, mondjuk. Elindulsz az életben, tanulsz 15 évet mondjuk, akár még diplomát is szerzel, aztán dolgozol 40 évet, és 1% esélyed van arra, hogy te még 65 éves korodban élsz, és hogyha élsz, akkor gazdag vagy. Szerintetek van-e értelme így végigélni egy életet? És hogyha ez az egy út van, akkor erre az útra van-e érdemes, vagy érdemes-e gyerekeket a világra hozni? 1% esély. Jó, mi ennek az oka? Ennek az oka az, hogy amit az első dia mutatott, hogy egy brutális félrevezetés zajlik a világban, egy agymosás, és olyan normák szerint éljük a mai napig az életünket, ami nagyon régóta elavult. Az ipari forradalom az jó pár száz évvel ezelőtt történt, és akkor kialakult egy olyan norma, ami nagyon jól működött. És ez így hangzott, tanulj jól, hogy biztos állásod legyen, majd nyugdíjad. Dolgozz szorgalmasan, hogy kényelmesen élj. És ez egy nagyon jó norma volt, ez működött, és az emberek ez alapján éltek. Na de hát azóta eltelt rengeteg idő, és ez már rég nem aktuális, hogyha szerinted az, akkor picikét menjünk bele a mondatba. Attól, hogy valaki jól tanul, diplomát szerez, tényleg garantáltan jól fog élni. Tudjátok, hogy mennyi friss diplomás munkanélküli van? Vagy biztos állás. Van-e olyan, hogy biztos állás a mai világban? Aztán van-e olyan, hogy nyugdíj? Alapozhat-e bárki nyugdíjra, hogy majd 10 év múlva neki jó nyugdíja lesz? Jó, vagy csak azáltal, hogy valaki szorgalmasan dolgozik reggeltől estig, tényleg biztosan kényelmesen fog élni? Ugye, hogy nem? Tehát ez a norma, ez már régen elavult, és nem működik, de mai napig még most is ezt mondják a gyerekeknek, hogy tanulj jól, és legyen egy jó állásod, és dolgozz szorgalmasan. És hát ugye ez a rendszer, ez tökéletesen működik. Tehát ha valaki azt gondolná, hogy itt valami nem jól működik, akkor téved. Nagyon is jól működik. Csak tudni kell, hogy mi a cél. Mi a célja a hatalomnak. Ugye Mária Terézia a következőt mondta, képzés lényege hűséges alattvalók nevelése. Tehát, amikor a gyereket reggel elviszed az iskolába, még alig van nyitva a szeme, mínusz 20 fok télen, akkor minden reggel a gyereknek tudnia kell, hogy azért van mindez, hogy ő hűséges alattvaló legyen. Ha nem lenne világos, hogy mit jelent az alattvaló szó, akkor nézzük meg. Wikipedia alattvaló 2. Más hatalmától függő személy, aki köteles végrehajtani egy kapott parancsot. Ez jól hangzik? Tehát magyarul a gyerek nem azért jár iskolába, hogy boldog legyen. Mert akkor lenne olyan tantárgy, hogy boldogságtantárgy. Van ilyen? Nincs. Nem azért jár iskolába, hogy gazdag legyen. Van olyan tantárgy, hogy gazdagságtantárgy? Nincs. És nem is azért jár iskolába, hogy megtanuljon, hogyan legyen egészséges, mert hogy olyan tantárgy sincs, hogy hogyan legyünk egészségesek. A három legfontosabb dolog. És egyikről sem esik szó az iskolában. Tulajdonképpen az zajlik az iskolába, amit Mária Terézia mondott. Na most, távol áll tőlünk, hogy bármi ellen uszítsunk bárkit. Higgyetek el, hogy ez a rendszer tökéletes. Erre. Tökéletes. Meg kell tapsolni. Nagyon jól megcsinálták. Nem az a cél, hogy bármi ellen menjünk. Mert energetikailag az egy zsákutca. Küldjünk nekik szeretetet, és mindenkinek sok sikert, aki ezen az úton szeretne menni. Mi pedig választunk egy másik utat, a szabadság útját. Azt az utat, ami lehetővé teszi számunkra, hogy bőségben éljünk,
hogy boldogok legyünk, hogy egészségesek legyünk, mert hidd el nekem, hogy ha van pénzed, akkor nagyobb az egészségre való esélyed, mind lelkileg, mind testileg. Jó, tehát semmi ellen nem megyünk, tiszteljük, becsüljük, szeretjük azokat, akik ezt az utat választják, és mi pedig megmutatunk az embereknek egy másik utat. Ahogy egyébként visszatérve még erre a témára, és akkor ezt lezárjuk, a képen látható Ipsa a következőt mondja, ez egy ismert humorista egyébként, de egy ilyen megmondó ember is. A kormányok nem akarják azt, hogy a lakosság képes legyen kritikusan gondolkodni. Engedelmes munkásokat akarnak, akik épp elég okosak ahhoz, hogy a gyártósoron dolgozzanak, azonban épp elég buták ahhoz, hogy passzívan elfogadják azt a helyzetet, amiben vannak. A következő dia az pedig bemutatja Gandhinak egy nagyon fontos gondolatát. Ugye ő a szeretet hírnöke volt. Ő úgy ért el eredményeket, és ő az egyik példaképpen, hogy mindenféle agressziót került. Ő a szeretet energiájával érte el azt, hogy Indiát felszabadította. És intelligens, okos ember volt, és ő pontosan tudta, hogy mi az, hogy szabad ember, és mi az, hogy rabszolga. Nézzük, hogy mit mondott erről. Ha a munkád után csak annyi bért kapsz, amiből csak a rezsidet és élelmet tudsz venni, akkor ez azt jelenti, hogy rabszolga vagy. Érdekes észrevétel, ugye? Ez lenne egy nagyon-nagyon rövid hozzáfűzni valóm. Ne menjünk bele abba, hogy most egy négytagú családnak havonta mekkora összegnek kéne stabilan bejönnie, hogy elmondhassa, hogy ő nem rabszolga. Mert nem csak a rezsire tellik, gyerekek, nem csak az élelmiszerre tellik, hanem el tudunk menni, hogy a hétvége mire való? Az arra való, hogy az anyuka főzőn moson takarítson? Nem. Hát elvileg pihenésre való. Tehát minden hétvégén a négytagú család elmegy wellnesselni. Wellness hotelbe. Ha gyereknek szüksége van egy újabb cipőre, bemegyünk az Adidasboltba és veszünk egyet. Hogyha akarunk venni anyukának egy autót, akkor bemegyünk az autószalonba és veszünk egy autót. Ez nem luxus. Elvileg ez egy normális életnek kellene lennie, ha belegondoltok. Jó, tehát mekkora összegnek kéne befolynia egy hónapba, hogy ezt megtehesse egy család, és akkor nem rabszolga, nem tudom kiszámolni sem. Igazából azt a kérdést tedd föl magadnak, jó, mert ez rólad szól, ez a mostani prezentáció nem szól mindenkinek, ez egyedül neked szól, és te tedd föl magadnak a kérdést, jó, csak hogy tisztázz magadban. Elégedett vagyok mindazzal, amit eddig elértem az életemben. Ez a maximum, amit ki tudok hozni magamból? Tényleg ez a maximum? Elég idő jut a családomra? Elég idő jut pihenésre? A hobbimra? Szeretem a jelenlegi életemet? Ha bármelyikre a válaszod nem, és még sorolhatnám a kérdéseket, akkor az a megoldás, az a lehetőség, amit a blockchain kapitál kínál neked, az igenis egy lehetőség. És tényleg röviden egy pár percben erről fogunk beszélni. Ugye a képen látható Robert Kiyosaki, maradjunk még egy picikét, boncolgassuk még azért ezt a témát. Ugye azért ő egy nagyon komoly személyiség a gazdasági világban, és ő alkotta meg ezt az úgynevezett cashflow négyszöget. Ugye a cashflow négyszög az négy részre osztja a társadalmat, de alapvetően végül is igazából két oldalról beszélünk. Az egyik oldalon, a bal oldalon vannak azok az emberek, akik aktív jövedelemből élnek. Ez azt jelenti, hogy akkor van jövedelme, ha dolgozik. Tehát alkalmazottak például, ugye, hát be kell menni a gyárba, be kell menni a boltba, a pénztárosnak, stb. Dolgozik, és kap érte pénzt. Ha nem dolgozik, nem kap pénzt. Egyéni vállalkozók. Mondhatjuk azt, hogy egy fogorvos azért az nagyon jó dolog, vagy egy mérnök, oké, de ő is csak akkor kap pénzt, ha dolgozik. Tehát magyarul ők azok, akik a pénzért dolgoznak, ők a pénz rabszolgái, ahogy Robert Kiyosaki szokta mondani. És a másik oldal, az pedig egy olyan állapot, amikor nem kell dolgoznod a pénzért, hanem, és itt egy érdekes csavar, a pénz dolgozik neked. Hogyan lehetséges ezt elérni? Ugye hát a befektetőket azt mindenki látomásból, hallomásból azért ismeri, van pénze, berakja a különböző portfóliókba, ingatlanba, stb. És ezek a portfóliók, magyarul a pénz, neki pénzt termel. Ezt hívjuk passzív jövedelemnek. Robert Kiyosakinak két apja volt, az egyik egy fogadott apja volt, a másik pedig ugye az édesapja, és az egyik az édesapja volt az ő elnevezése szerint a szegény apukája, és a fogadott apja az pedig a gazdag édesapja. És ugye kettő között kellett neki választania, hogy melyik életszemléletet fogadja el.
És a gazdag apja mindig azt mondta neki, hogy soha nem lehetsz igazán szabad ember anyagi függetlenség nélkül. Az azt jelenti, hogy akkor is jön a pénz, ha te nem adod oda az idődet. Tehát magyarul a pénz dolgozik neked. És igazából itt ez lehet, hogy ez a szabadság, ez nem kerül úgy pénzbe, de ennek azért van ára, méghozzául az, hogy át kell alakítani a gondolkodásunkat. Először is el kell hinni, hogy ez lehetséges a számunkra is. Aztán a maga a cash flow négy szög tulajdonképpen arról szól, amit az előbb boncolgattunk, hogy a pénz áramlás, ami a te életedben van, az nagyrészt honnan jön? Tehát aktív bevétellel rendelkezel, tehát dolgoznod kell érte, vagy pedig passzív bevételről beszélünk. És a szegény apja, képzeljétek el, hogy mindig azt mondta neki, amit az ipari forradalom előtti norma tanított, hogy tanulj jól, legyen jól fizetett állásod, legyél egy vállalkozó, mondjuk egy orvos, vagy egy ügyvéd, vagy egy könyvelő, és legyen biztos fizetésed, szociális juttatásaid, munkahelyi biztonságod. De hát ezek már régen elavult normák. Jó, és tulajdonképpen a gazdag apja az egy iskolázatlan ember volt, egész egyszerűen azt tanította, hogy építs ki saját vállalkozást, és legyél sikeres befektető. Fektess be magadba, fektess be a saját üzletedbe. És a Kiyosaki a gazdag édesapja tanácsát fogadta meg. Na most, ha tényleg a siker útját szeretnénk választani, egyébként egy borzasztóan elcsépelt szó, de én biztos vagyok benne, hogy nem lehetünk úgy sikeresek, hogyha nincs időnk, hogyha az egészségünket föl kell áldoznunk a sok pénzért. Tehát én olvasatomban a siker az, hogyha szeretem azt, amit csinálok, és akkor is jön a pénz, ha éppen effektíve nem csinálok semmit. Ez az én olvasatomban a siker, és a harmadik rész pedig, és ez nagyon fontos, hogy olyan üzletem legyen, amivel másokat szolgálok. Tehát, ha én jobbá tudom tenni más emberek életét, és az nekem passzív jövedelmet termel, akkor én sikeres ember vagyok. És ugye, ha még ezt mellette szeretem is csinálni, akkor én vagyok a világ egyik leggazdagabb embere. Jó, ahogy a Bill Gates mondta, a siker titka az időzítés, azaz a megfelelő dolgot csinálni a megfelelő időben. Ez azt jelenti, hogy a trendeknek megfelelő dolgot kell csinálnunk ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Miről szólnak a trendek? A trendek nem maguktól jönnek létre, hanem a trendeket az úgynevezett baby boomerek hozzák létre. A baby boomerek az egy korosztály. 1946-tól 1964-ig született embereket nevezzük baby boomereknek, akkor volt egy népesség robbanás. Ugye ők alkotják a világ lakosságának egyharmadát, ők birtokolják a világ összvagyonának kettőharmadát. Az elmúlt 50 év trendjeit ők irányították. Ez azt jelenti, hogy amire nekik szükségük volt, az volt a nagy üzlet éppen aktuálisan. Nyilván logikus, amikor picik voltak, mi volt a nagy üzlet? Mire volt szüksége emberek milliárdjainak? Bébi ételekre, hát picik voltak, jó, nem milliárdjai, de több százmillió csecsemő volt éppen a piacon. Játékipar, pelenkák, akkor nőtt hatalmas cégé a Mattel és a Hasbro. Nem vagyok otthon ezekben a pelenkás cégekben. Aztán 60-as években már kezdtek ugye cseperedni ezek a kis gyermekek, akkor berobbantak a gyorsétkezdék, akkor az volt a nagy üzlet, hatalmas üzlet volt. 70-es években jött az autóipar, hiszen autóra volt szükségük. 80-as években jött az ingatlan biznisz, hiszen mire volt szükségük? Lakásra. Korlátlan mennyiségű lakást el lehetett adni, akkor volt ott az ingatlan biznisz ideje. Aztán létrehozták a számítástechnikai és az internetes forradalmat. Aztán a 2000-es években már kezdtek egy picikét megkopni, kezdtek korosodni, és a fő motivációjuk az volt, hogy szerették volna megőrizni az egészségüket, és itt robbant be a hatalmas wellness iparág. A wellness iparág, többek közt ugye a táplálék kiegészítők, erről sokat hallottunk az elmúlt időszakban, töménytelen mennyiségű dollármilliómost termelt. Tehát ez az iparág, ez volt az eddigi legnagyobb, hiszen ez egy óriási igény, ezek az emberek nem akartak megöregedni, nem akarnak megöregedni. Nem tudom, melyik okos ember mondta, hogy az emberek ugye a pénzért föláldozzák az egészségüket, aztán pedig ahhoz, hogy visszaszerezzék, vagy megpróbálják visszaszerezni, ugye a betegségre elköltik az összes addig megkeresett pénzüket. Szóval egy óriási iparág alakult ki. Mi fog most jönni? Ugye ők birtokolják a világ összvagyonának kettő harmadát. Mi a fő motivációjuk?
azt szeretnék, hogy ez a pénz ez elértéktelen legyen, el akarják veszíteni ezt a pénzt, vagy pedig ugyanúgy, mint az egészségüket szeretnék megőrizni, vagy akár megsokszorozni. Gondoljatok bele, ez egy hatalmas pénzmennyiség, ez egy megállíthatatlan tömeg, és ez fogja berobbantani a világ következő nagy forradalmát, amit úgy hívnak, hogy blokklánc forradalom. Ez egy digitális forradalom, és az előrejelzések szerint ez lesz a világ történelem legnagyobb erejű és legnagyobb hatású forradalma. 10 éven belül ez az iparág el fogja érni a 8000 milliárd dolláros éves forgalmat. És olyan cégek vannak mögötte, maga a blokklánc fejlesztése és a forradalom fejlesztése mögött, mint a világ legnagyobb bankjai. Itt nem akarom sorolni, JP Morgantől kezdve a Deutsche Bank, a Goldman Sachs és ehhez hasonló. Tehát a világ nagy hatalmai tulajdonképpen ezt az egész forradalmat le fogják vezényelni. Annyit kell tudni a blockchain kapitálról, hogy egy blokklánc fejlesztő cég. Ez egy nagyon különleges titulus a mai világban, hiszen nem túlzottan sok van még belőlük. A képen egy nagyon érdekes számsort láttok. Az előbb említett wellness iparág és azon belül a táplálék kiegészítő iparág a forgalmát látjátok, ami mindösszesen 32 milliárd dollár per év. És a diagram másik végén látjátok, hogy mi várható a blokklánc iparágban 8000 milliárd 2030-ig. Na most, ami még fontos észrevétel, hogy a táplálék kiegészítő iparágban nagyon-nagyon sok ezer cég van. És ugye ez egy óriási konkurencia, ezen a piacon sok-sok ezer cég maradszik, és mégis nagyon-nagyon sok ember gazdagodott meg ebben az iparágban. Gondoljatok el, mi fog történni a blokklánc iparágban. Úgy, hogy egész egyszerűen mondhatjuk azt, hogy a blockchain kapitálnak nincs is konkurenciája. Tehát abban az iparágban, amiben mi tevékenykedünk, egyszerűen nincs konkurenciánk. Úgyhogy erre szokták azt mondani, hogy ja, jókor vagyunk, jó helyen. A cégről, amit el kell mondani, és nagyon-nagyon fontos, hogy az első olyan cég ebben az iparágban, amelyik Ethereum okos szerződéssel működik. Ez azt jelenti, hogy minden a blokkláncon működik már most a cégnél. Nem mondhat mást, csak az igazat, mert a blokkláncon minden fönt van, és nem lehet megmásítani. Az okos szerződés az biztonságot ad nekünk, ugyanúgy, mint a GPS vezetéshez. Időt, biztonságot, bőséget ad nekünk, és amit nagyon-nagyon fontos kiemelni, hogy a blockchain kapitál bent van az elitben. Nekünk nem kell átvilágítanunk a blockchain kapitált, hiszen már megtették helyettünk. Az Ethereum blokkláncnak a leghatalmasabb szervezete, ez az úgynevezett Enterprise Ethereum Alliance. Ha fölmentek a weboldalra, és rákattintotok a tagok listájára, akkor ott fogjátok látni a blockchain kapitált a Microsofttal, a JP Morgannel, az Intellel és az ING-vel együtt. Ez tulajdonképpen egy 150-200 cégből álló elit alakulat, akik ma a világ legjobbjai a blokklánc iparágban. Úgyhogy megtiszteltetés ebben a cégben tevékenykedni, és megtiszteltetés egy olyan céghez csatlakozni, ami tökéletes biztonságot ad a számunkra. Ami engem a leginkább megfogott, és először nem nagyon akart belemenni a fejembe, hogy a cég nem kezel pénzt. Az én megtakarításom nálam marad, mindvégig. Tehát az olyan, mintha bemennék a bankba, és azt mondanám, hogy szeretném betenni a pénzemet kamatra, és mondaná a bank, hogy itt egy tök jó lehetőség, ez egy ilyen forradalmi újítás, okos szerződés és Ethereum blokklánc, és a pénzedre adunk nagyon sok kamatot, és még csak be sem kell, hogy hozd hozzánk. Maradhat nálad otthon. És akkor az emberek így néznek, hogy mi van? Van ilyen lehetőség? Igen, van. Ezt meg fogod majd érteni, hogy eddig még nem tetted. Tehát a te megtakarításod mindvégig nálad van, magyarul nem kell megbíznod a cégben, hogy lesz cég, nincs cég, eltűnik, nem tűnik, egész egyszerűen nálad van a pénz. Egy módon veszítheted el a pénzedet, ha te magad elveszíted. Természetesen van a cégnek egy olyan szolgáltatása, amit nagyon-nagyon köszönünk nekik, ez egy friss fejlesztés, hogy ha akarjuk, akkor ők tárolják a pénzünket, a megtakarításunkat, hiszen azért itt nagyon komoly pénzekről van szó, tehát valaki nem bízik saját magában,
akkor ez a szolgáltatás is adott. A tényeket gyorsan még nézzük át, úgy a végére, hogy miről beszélünk egyáltalán, hogy van-e létjogosultsága ennek az iparágnak. Ugyanis a vélemények azok nagyon olcsó dolgok, mindenki ingyen osztogatja, fölösleges időt pazarolnunk véleményekre. A tények a következő, hogyha 5 évvel ezelőtt elkezdtél volna minden évben 1000 dollárért vásárolni Ethereumot, 1000 dollár az 300 ezer forint mai áron körülbelül, akkor 5000 dollárod ment volna be Ethereumba, és mára ez az 5000 dollár, ez 169 ezer dollárt érne. Illetve ér annak, aki ezt megcsinálta. Ez egy tény. Aztán, vegyünk szintén egy példát, 2017, hogy ne menjünk vissza nagyon az időbe, mert mindig azt szokták mondani, hogy ja, hát ha bitcoint vettem volna akkor, amikor az még 0,3 dollár volt, akkor milyen jó lett volna. Na jó, csak az időkerekét nem tudjuk visszaforgatni, viszont itt most megint egy óriási lehetőség, egy óriási beszállási pont van, és erről fogunk beszélni. Ugye itt van egy viszonylag közeli időpont, 2017. A 2017-ben, tehát nem a legelején, 2017-ben, január 1-én 2000 dollárt, 600 000 forintot tettél volna bitcoinba, akkor december 25-ére a profitod az 960% lett volna. Tehát majdnem megtízszerezted a pénzedet. Ez tény. Hogyha a pénzedet 2017. január 1-én nem csak bitcoinba tetted volna, hanem a legerősebb 20 kriptovalutába, akkor nem 960%-ot értél volna el évvégére, hanem 5750%-ot. Ezek is tények. Tehát tulajdonképpen a 2000 dollárból lett volna 115 ezer dollár. És bizony, jó páran ezt megtették, és még többen nem tették meg. És akkor most jön a előrejelzés. Nem adunk akárkinek a véleményére, nem a szomszédot kérdezzük meg, hanem mondjuk megkérdezzük a Citibank ügyvezető igazgatóját, hogy árulja már el, hogy ő szerinte mennyi lesz a bitcoin árfolyama jövő karácsonyig. Ő azt mondja, hogy biztos benne, hogy 300 ezer dollár fölött lesz egy bitcoin árfolyama. Ez mit jelent? Itt mutatja is a diagramot, hogy ugye megint túl vagyunk egy bitcoin felezésen, van még egy évünk durván, hogy a piac robbanjon. Legalábbis eddig ezt csinálta, minden bitcoin felezés után egy évre történt a robbanás. Ha tényleg 300 000 dollár fölé fog menni egy bitcoin, akkor nézzük a számokat. Egy bitcoin most 17.700 dollár. Hogyha jövő karácsonyra 300 000 dollár lesz, az 1700%, az azt jelenti, hogy az egy nagyon durva növekedés, ugye? 300 000 osztva 17.700-zal. És hogyha visszaemlékeztek, hogy a bitcoinhoz képest a top 20 hogyan növekedett, hogy 6-szoros méretűvé nőtt, akkor nézzünk egy érdekes példát, hanem most nem bitcoint veszünk, hanem a cég termékét vásároljuk meg, a top 20-as kriptoindexet, megvalósul az amiről a Citibank ügyvezető igazgatója beszélt, akkor 10.000%-os növekedést várhatunk. Ez azt jelenti egész pontos számokban, hogyha most valaki 1 millió forintot tesz be, top 20-ba, akkor előfordulhat, hogy jövő karácsonyra az 1 millióból lesz 100 millió. Ez komoly, ugye? És akkor nem menjünk magasabbra. De hogyha csak ugyanaz ismétlődik meg, mint ami 2017-ben, akkor is az 1 millióból 57 millió forint lesz. Jó, és a kérdés a következő. Ugye, itt mindig két dolog van. Az egyik. Egyrészt mi a garancia? Megfordítanám a kérdést, mi a garancia arra, hogy ha pénzed marad forintban vagy euróban, nem fogod elveszíteni az összeset, mint amit a venezuelai példa mutat. Mi a garancia rá? Van rá bármilyen garancia? Nincs. Mikor kockáztatsz nagyobbat? Ha benne vagy, vagy ha kimaradsz a lehetőségből. Ezt neked kell eldöntened, senki nem fog helyetted dönteni. És hidd el, hogy ez meg fog történni, nélkülünk is, tehát a világban a forradalmakat nem érdekli, hogy mi hiszünk benne, vagy nem hiszünk benne. Azért mutattam olyan tényeket, amik már egyszer megtörténtek, azért mutatunk olyan előrejelzéseket, amelyek hiteles emberek szájából hangzanak el, és ez a 300 000 dollár nem is tűnik olyan magas jóslatnak, hiszen vannak, akik 1 és 5 millió dollár közé várják csak a bitcoint pár éven belül. Jó, tehát izgalmas időszak elején nézünk,
biztosan hallottál már a cégrészvényről, a BCT-ről, most ezt nem akarom kivesézni, de ez egy szintén egy óriási lehetőség. Mindig azt mondják, hogy de jó lett volna akkor annó venni bitcoint, mikor az még csak $1 volt. Oké, akkor elindult a kriptopénzek forradalma. Most még mindig a korán ébredők időszakában vagyunk. Viszont ami nagyon jó, hogy a blokklánc forradalom most indul. Ha te BCT-t vásárolsz, akkor befektetsz a blokkláncba. Egy blokklánc fejlesztő cég tulajdonosa lehetsz. Most. Ebben az évben. Megteheted, hogy BCT-ket vásárolsz, ezt úgy kell elképzelni, mint egy részvényt, ez mögött is okos szerződés van minden évben. A BCT az osztalékot fizet, illetve az árfolyam növekedés az szintén páratlan. Mi várható a blokklánciparágban? 8000 milliárd dolláros piacról beszélünk 10 éven belül. Ezek a tények. Tehát a BCT 1800%-ot nőtt 2,5 év alatt. Ezek tények szintén. Tehát aki annó megbízott a cégben, amikor még semmilyen termék nem volt, és akkor vett BCT-t $0.5, most egy BCT $9, 1800%-ot nőtt a pénze. Ki az, aki megbízott a cégben már akkor? Mi nem is ismertük, de le a kalappal előttük, hiszen megbíztak egy startup cégbe. De most már nem startup cég vagyunk, hanem most már egy olyan cég vagyunk, amelyik az Enterprise Alliance-nak a tagja. Tehát egy valós szereplői vagyunk, nem csak egy álom, egy elképzelés, hanem valós termékekkel, valós cégként szereplünk a top 200-ban a világon. A VBT, a top 20-as kriptoindex csak az elmúlt 6 hónap alatt 135%-ot hozott. Ezek is tények. Annyit érdemes tudni a VBT-ről, hogy egy másodpercig sincs lekötve, a nap 24 órájában likvid, ha te saját pénztárcádban van, akkor veszed ki, amikor akarod. Ez szintén nagyon különleges, hiszen tudsz rá alapozni, hogyha bármilyen problémád adódik, vagy pénzre van szükséged, akkor nincs az, hogy egy évig le van mondjuk kötve. Nincs. Egy másodpercig sincs lekötve. Ethereum blokklánc adja számunkra a biztonságot, hogyha új vagy és még nem ismered regináljékat, mivel nem bízol bennük még annyira, akkor tudod, hogy nem is kell. Tehát az Ethereum blokkláncot úgy hívják egyébként, hogy bizalom, nehéz lefordítani, trustless rendszer, tehát nem kell megbíznod a rendszerben, mert a rendszer annyira tökéletes, nem véletlenül fejlesztenek most már a világ legnagyobb bankjai is, nincs szükség bizalomra, hiszen módosíthatatlan a blokklánc. Ami egyszer blokkláncra kerül, az ott is van. És hogyha mi okos szerződésekkel dolgozunk, és téged okos szerződés véd, akkor az mindennél biztonságosabb. Jó, most nem akarok belemenni a karrier részbe, óriási lehetőség, hidd el, egy ekkora iparágban, ami robbanás előtt van, tömegek fognak beszállni, és nagyon fontos, hogy maga a jutalékrendszer úgy van megalkotva, hogy neked nem kell ezt tovább ajánlani senkinek. Ha te csak megtakarítást szeretnél eszközölni, akkor annyi. Nem kell tovább mondanod senkinek. Viszont, hogyha megteszed, akkor nagyon komoly juttatásban van részed, ugyanis úgy van megalkotva a kifizetési terv, hogy azok keressék a nagy pénzeket, akik építik az üzletet. Tehát a többi céggel, és a nagyon sok céggel ellentétben, a network marketingben általában úgy működik a dolog, hogy a nagy pénzeket a fönt lévő néhány százalék keresi, és a többség nem keres szinte egy fillért sem. Ezzel szemben a blockchain kapitálnál, ha te rendelkezel ajánlói licenszel, ami mindösszesen $500, egyszer megveszed, életed végéig jogosult vagy arra, hogy blockchain kapitál lehetőséget vagy termékeket promotálj, és a világ szinte összes országában. Megteheted, hogy üzlettársakat találsz, megteheted, hogy befektetőket találsz. Egyetlen egy példát emelek ki, egy $500 licenszes csatlakozóval azonnal keresel $210. Másodperceken belül ott van az irodádban a kifizetésed méghozzául Ethereum formájában. Ez fölfoghatatlan, hiszen az Ethereum árfolyama az növekszik, ugye évről évre egyre magasabb és magasabb, látod a példát. Tehát nem tudom megmondani, hogy én ma mennyi pénzt kerestem, mert amit én ma megkerestem, az 5 év múlva lehet, hogy 10-szeresét éri. Jó, tehát így is el tudjuk mondani, hogy azért egy csatlakozóval keresel $210, az több mint 60 ezer forint. Tehát ez nagyon szimpatikus a rendszerben, nincs havi kötelező vásárlás, nincs pont nullázódás, minden forgalom, ami bejön a csoportodba, az hozzáadódik a te karrierpontjaidhoz, és ahogy eléred szintet, te vezetői szintet lépsz,
és így tovább, és így tovább. Nem csak a saját eladásaid után kapsz jutalékot, hanem a csoportod forgalma után is. De ennek a részleteiben most nem megyünk bele. Óriási dolog, hogy nincs logisztikai probléma, tehát nincs az, hogy egy országban nem vagyunk ott, mert nincs ott a cég, nincs ott a raktár, nincs ott a gyártósor, stb. Mert hogy ahol internet van, ott van blokklánc is. Pár percen belül lehet neked Etiópiában üzlettársad. Tehát egy igazi globális, egyrészt világ, ez egy világforgalom, tehát mindenkit érinteni fog, és minden iparágat érinteni fog, és egy olyan üzletről beszélünk, ahol minket okos szerződés véd, a befektetőket okos szerződés védi, és az egész világon tudunk embereknek segíteni ehhez a lehetőséghez hozzájutni. Promóciók vannak, nagyon izgalmasak, jutalékon túl, ami egyébként is bőséges, nagyon gáláns a cég, mert többféle promóciók vannak, MacBook, iPhone, Dominika az lezárult a múlt hónapban, és aztán még ebben a hónapban lehet egy picikét ráhajtani az E-osztályos Mercedesre. Ez abszolút megcsinálható, ez nem leasingelt jármű, hanem ez a nevedre kerül. Tehát a teljes autó a tiédé, nem csak bérlik neked havonta. Jó, ezekről a feltételekről érdeklődj a meghívódnál, és a végére elszaladt az idő, és hagytam egy olyan idézetet, ami nagyon fontos szerintem, mert mi forradalmárok vagyunk, és a forradalmárok nem hagyják magukat lebeszélni. Az idézet így hangzik, aki nagy dolgoknak szenteli életét, annak számára a legfontosabb szabály ellenállni a középszerű emberek befolyásának, nehogy eltérítsék útjától. Úgyhogy ezzel az idézettel szeretném zárni, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és még volt kedvetek énekelni, vagyis inkább webkonferenciát hallgatni. Köszönöm szépen, és további szép estét nektek, sziasztok!